És most egy könyvről, amely szerzője definíciója szerint nagy szeretettel és élvezettel megírt teniszmemoár. Az író Maros András egykoron ígéretes játékosként indult, de szorgalma már inkább a szép irodalomban teljesedett ki. A mulatságos emlékezés az egykori keleti blokk nyugati ütőre vágyó magyar teniszkölykeiről, lelassált edzésekről, unott trénerekről is szól, de meg annyi simli mellett képet kapunk. Üssél Maros kedvenc teniszidójairól is, Semmi 40 a címe, úgyhogy most innen indulunk Maros Andrással. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ugye eddig fikciókkal jelentkeztél, de azt te említetted, hogy ezt a saját tenisztörténetet ezt mindig szeretted volna megírni. Akkor ez egy sportkönyv? Nagyon nehéz definiálni. Azt hiszem, hogy ez sportkönyv és irodalom egyaránt, tehát a könyv hátoldalán nem véletlenül mindkét műfaj kiválósága írja. A varrógép és teniszütő találkozás a boncasztalon. Pontosan. Tehát az, amikor elkezdtem írással foglalkozni, egyértelmű volt, hogy az én fiatalkorom meghatározó éveit valamiféleképpen fel fogom dolgozni, és ugyan korábbi művekbe bebeszűrem lett már a sport, mint motívum, egyik színdarabom Hulladék címmel ment. Ott például egy sportszülő gyerek viszonyáról volt szó, ami hát nem titkolt, nyilvánvalóan az én saját életemből elcsent pillanatok, illetve más példák megszemlélése során sikerült ilyen mintákat szerezni. De az, hogy ezt az egészet ilyen dokumentarista módon feldolgozni, ez valahogy még hiányzott, hát a nagyon nagyképűen szólva életműből. Úgyhogy eljött ez a pillanat, azt hiszem, hogy kellett nekem ez a sok eltelt év és ez a távolságtartás, hogy valóban ekkora szeretettel és átéléssel újra tudjam élni mindezt ezt a hát 80-as évek végig és a 90-es évek közepéig ezt a Magyarországon élsportolónak lenni érzést. Igen, mert ez alapvetően, igen, és ebbe egy finom fanyar iróniával, meg öniróniával mész végig ezen a világon, de azért az is kiderül, és egy pár szót arról, amiről te szerényen nem nagyon szeretsz beszélni, a könyvbemutató sem beszélt, hogy magad milyen tehetséges teniszezőként indultál, mert azért a könyvből ki lehet hüvelyezni, hogy az éjfioncként vertélte meg olyan mondjuk cseh játékost, akiről azért később azért ott volt az első 50-ben, sőt még előrébb is a világranglistán. Szóval mi volt a legnagyobb skalp? Hát talán ő, nyilván véletlenül van ő kiemelve a könyvben. Lényeg az, hogy a induláskor, gyerekkorosztályban nagyon korán jöttek a sikerek, ez egyértelmű, tehát leigazoltak engem 11 évesen, ugyan korábban már tanfolyamon teniszezgettem, de abban az évben, amikor leigazoltak, akkor én gyakorlatilag már bekerültem az első 10 közé. Tehát ezek a nagyon könnyen jött sikerek, egyrészt az alkatom is rásegített rá, hogy ellustítsanak, eléggé elkényelmesedtem, és valahogy, ahogy teltek, múltak az évek, úgy mindig egy-két helyezéssel mindig azért így hátrébb csúsztam. Tehát kezdve mondjuk a top 3-tól azért mindig így korosztályba így hátrébb csúszogattam. És hát az utolsó ilyen nagyobb etap vagy fordulópont az volt, hogy úgy éreztem, hogy ha már a könyvben említett példaképek szintjét elérni nem fogom, mert azért ez látszott már egy idő után, akkor viszont egy jó lehetőséget kihasználva Amerikába megyek sportösztöndíjjal, és ez tulajdonképpen a maximum, amit ki tudtam hozni az én sportkarrieremből. Ez az amerikai ösztöndíj, ez miről szólt? Ez, hát ma is tudom, egy nagyon népszerű formája a magyar teniszezők tovább tanulásának, illetve a világ bármely pontjáról érkeznek az USA-ba diákok, sportoló diákok. Hát ez gyakorlatilag az egyetem sportcsapatában teniszezni tandíjért, szállásért, kajáért. Nagyon röviden össze. Teniszleszkéket adni közben zseppénzért, nem? Hát igen. És ott nagyon rendkívül hálások egy jól megtanított szerváért, úgyhogy... Az, hogy te miért nem lettél élteniszező, abban nyilván ezer ok közre játszott, nyilvánvalóan ez a keleti blokkos sóvárgástól kezdve a saját lustaság, a közeg, a közegnek bizonyos lehúzó ereje, amit azért érzünk a könyvben. Azt mondnak, hogy ha nem csak magadat vesszük, hanem azt a te generációdat, akkor miért lett tenisznemzet a csehszlovák, a cseh, és miért nem a magyar?
Ez hát műhely ez, dolga? Ilyen egyszerű? Ez, mondjuk miért nem kajakoznak olyan jól a bosnyákok, mint a magyarok? Ez nagyon jó kérdés. Nyilvánvalóan a példák is. Hát az a helyzet, hogy nagyon nyilvánvalóan vissza kéne nagyon menni időben, hogy amikor én bekapcsolódtam az egészbe, akkor azért a példák terén és példaképek terén azért Csehszlovákia már borzasztóan előttünk járt. Magyarországon volt Taróci Balázs és aztán Nagy Űr. Ott viszont sorba fel tudtak mutatni olyan játékosokat, akik egyszerűen a világ élvonalában voltak. Ilyen Ivan Lendl természetesen, az egyik fejezet, ugye a fejezet, 10 fejezet, 10 idol, Ivan Lendl az egyik első, aki. Igen. Meg Ürügyén például írsz arról, hogy mennyivel más edzésmunkát végeztek el, amikor ti ott látogatóban edzőpartnerként ott voltatok, csak néztetek. Igen, igen. Igen, a könyvben a 10 egykori idolom, pontosabban 9, mert hogy... Féderer egy korszakos valaki, akit hozzá kell tenni. Igaz? Akit mindenképpen hozzá kell tenni, aki könyvet ír ma a teniszről, vagy tenisz kapcsán cikket akár, nem feledkezhet meg róla, mert első fejezet John McEnroe, utolsó fejezet Federer, szerintem, legalábbis az én ismereteim szerint a két legnagyobb született zseni. Tehát akkor ez a 10 fejezet és a 10 név, akkor nálad, hogyha azt kérdezném, hogy ki a leg, akkor nálad az első és a végpont. Tehát McEnroe és Federer? Most visszatekintve igen, de mivel a könyv gyakorlatilag az én tenisz, az én történetem kronológiailag elmondva, ezért mindig voltak újabb és újabb idolok, és ezért sem igazán talált magára az én teniszem, hogy úgy mondjam, mert kicsit magunkra hagyva, azért nagyon profi edzői háttér nélkül mi mindig így kísérletezgettünk. Hát amire tudtam utalni, hogy te gyakran azt az instrukciót kaptad, csak hogy üss el, maros fiam. Igen, igen, és magunk lestük el, hogy hogyan kell, és mindig éppen aktuális sztárnak megfelelően kezdtük el fogni az ütőt, vagy vinni hátra az ütéshez. Tehát az, hogy itt 10 idol van, az mindig azt jelenti, hogy ahogy megyünk sorba a történetem, nekem mindig más volt a kedvencem. Azért mondom, hogy visszatekintve mégiscsak azért úgy összefoglalhatnám, hogy a legnagyobb kedvencem McEnroe volt, és most pedig a legnagyobb tiszteletem Federeré. Kedvenc és tisztelet, igen, igen, igen. Ez azt mondom, hogy két alkatnak is szól az eltérő megfogalmazás. Azt mondd meg, hogy akkor igazából az, hogy a te történeted, az egy kicsit annak az ilyen kádárrendszer minden szimptomája ott van benne, igaz? Hogy a srácok, akik nagy sportolók szeretnének lenni, de azért talán kicsit bulizni, meg álmodozni jobban szeretnek. Igen, pontosan. Igen, igen. Ez az én történetem, de ez... Hát hallottam, ugye még csak múlt héten jelent meg a könyv, de hallottam már visszajelzéseket, sportolók végigfalták szerencsére a könyvet, és hát gyakorlatilag tulajdonképpen a szerző neve sok helyen behelyettesíthető volna más egykori teniszezőjével. Az, hogy rajtam folyt keresztül ez az egész korszak, az ha így tetszik, én egy krónikásként lejegyeztem, és az én saját személyes történeteimén keresztül egy generációnak az életérzését. És valószínűleg más sportágból van sportolók számára is ismerősek lehetnek. Én szerintem... Edzőfigurák... edzések, nyugati utak, pontos. Ami aki vicces, szerint, meg szívszorító is nyilvánvalóan. Aki szerintem egy percig is leigazolt sportoló volt valaha, annak ez biztos, hogy rezonál valamilyen módon, sőt, én azt mondom, hogy ez a 30-tól 45-ös, 50-es generáció még akár sportmúlt nélkül is könnyen rákattanhat erre a világra. Azt mondnak, hogy azok közül, ami kimaradt a szőrös szívű magvető szerkesztő miatt, mi az, amire azt mondod, hogy hú, hát szóval ez veszendőbe ment a nyomda helyett? A szőrös szívű magvető szerkesztő előtt, mert nem olyan szőrös szívű ám, előtte volt egy nagyon szőrös szívű szerzői, szerkesztői kör, ez sokkal szigorúbb volt, mert pontosan az óriási csábítás, hogy a anekdoták csalitosába becsábuljak. Ez sokszor elvitt a fősodortól elirányított, és utólag nagyon helyes történeteket voltam kénytelen én magam kiszórni, annak érdekében, hogy az írói szempontok, hogy ez egy kompakt könyvé tudjon válni,
az felülírja ezt a csapongást, és ami azért ennek a természete tudott volna lenni ennek a könyvnek, hogy az anekdotákat gyakorlatilag egy gerebével egy kupacba söpörni. Ezt felülírta az először az önszerkesztési folyamat, és aztán valóban Király Levente a könyv szerkesztője, még plusz olyan tanácsokkal látott el, ami még szigorúbbá tette, de én azt hiszem, hogy ennek dacára itt nagyon sok nevetés vár az olvasókra. Ezt vissza tudom igazolni, nagyon sokat nevettek, meg nevettem én is rajta, kitűnő könyv mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál is. Köszönöm szépen.